El is bújt. Üdvözlök mindenkit, Vegere Györgyöt hallják, és élőben jelentkezünk egy bőrbeteg kiskutyához, hívták a segítségünket. Itt elmondta a hölgy, hogy a gazdái... Anyukájából fogy... Igen, az anyukájával fagyálót itattak, és... Ez jött ki a bőrén. És hogy azt mondja a hölgy, hogy ez jött ki a kiskutyának a bőrén, akit egyébként nagyon nehezen lehet megközelíteni. Gyere ide! Aha, fél, nem mer ide jönni. Tetszik nekünk segíteni, hogy hát, ha ide mer jönni. És hát mondja, a hölgy elmondta azt, hogy nem látszódik. Jöjjön nyugodtan, jöjjön, nem fog látszani a kamerába. De azt mondta, hogy itt nagyon sok kutya jár így, igaz? Hogy bőrbeteg... Uh-huh. Félje, nem mer idejönni, valahogy, segíts, gyere már, valahogy fogjuk meg szegény, ugye kórházba kell őt. Jó. Annyira fél, hogy nem mer idejönni a bőrbeteg kutya. Ő az anyukája egyébként, a fehér? Ez az anyukája. Uh-huh. És ő is, vele is vagyálót itattak, de... Megijedt nagyon. Ott van. Hát most próbáljuk őt... befogni, de hát nem lesz könnyű, mert itt elrohangál, és ez is az önök lak része? Tele. Ez is önökhöz tartozik, igaz? Tele. Tehát nem a szomszédhoz mentünk át. Ott hátul van egy nagy kutya, jó. Akkor majd megvárjuk, hogy előjön. És azt mondta itt a hölgy, aki ugye kérte segítségünket, hogy na most már jön. Gyere ide, gyere! Na hát ő az a bőrbeteg kölyök kutya, de hát nem mer ide jönni. Gyere! Jó. Itt összekaptak, jól van, nyugalom, nincsen gond. Hát áldatlan állapotok uralkodnak egyébként. Gyere ide! És hát kegyetlenül fél, szalad el. És volt neki, ennek a bőrbeteg kutyának testvérei, elmondta itt a hölgy, akikkel fagyálót itattak, és mind a két testvére meghalt. A hölgy elmondása szerint azért... Aha, jó, én jövök. Azért van, evett már az előbb, igen, kár volt neki adni, mert akkor úgy könnyebb lett volna ugye megfogni, de hát ha visszajön. Hogy szokták megfogni egyébként? Én nem szoktam megfogni. Ja, hogy nem mer senki hozzá, nem. Mindenki fél ugye, hogy bőrbeteg. Nem, mert ott van a sok unokam, 9 unokam van. Uh-huh. És mondták, hogy van itt egy, gyere ide, szóljon neki, hívja ide. Jó? Uh-huh. Nem mer ide jönni. Arra kérem önöket, hogy osszák meg a videót, és aki teheti, az segítse, támogassa mentéseinket. Hát nem mer ide jönni, akárhogy próbáljuk őt. És hát a változatosság kedvéért Kira, igaz? Azt mondták, hogy Kirának hívják őt, és csak azért mondom ezt, hogy a változatosság... Na? Bobinak hívja. Ő kisfiú, Bobi? Fiú! Bobi, gyere ide! Fiú! Hú, hát ez szörnyű egyébként. Gyere, te meg be tudod fogni? Nem mutatunk, gyere. Csibiris. Ugye a ti kutyátok. Csibiris, gyere. Kira. Uh-huh. Megmutatod nekünk, addig megmutatjuk azt a kutyát, akinek láb problémája van. Mindjárt visszajövünk, jó? Ja, így mutat ki az a... Utasd meg, hogy mutat kaptuk. Ilyen sepp, nem, oda tettem. Jó, hogy oda tettem. Aha. Kihozod a kutyust? Megmutatod? Kopog be, hogy szoktál egyébként? Lucy! Itt is van egy beteg kutya! Ott is van kutya! Annyi kutya van! Jó, megvárunk kint akkor, jó? Kopogjál be! Lucy! Lucy! Mi van nálatok? Beteg kutya van nálatok is? A kutyához! Igen? De mi a baj a kutyán? A bőre. A bőre? Nálatok is? Mutasd meg nekünk, idehozzak, megmutatod? Most nem tudom, hogy hol van. Mondja közben is a fiatal. Akkor ez a kutya is bőrbeteg. Ugyanilyen beteg? És ő látta már orvos? Hello, szia! Mutasd már meg nekünk, egy szíves állatvédők vagyunk Budapestről a kutyát. Aha, ő. Mi történt a lábával? Itt született. Látta orvos egyébként már? Nem? Aha, mi a neve? Ja, nincs neve. Ez Vigyük el?
Tehát, hogy a papírjai vannak, azt nem. Tehát őneki papírjai vannak, őket nem adnánk, de Istenem. A kettőt vigyük el, igaz? Azt a és a, aki, vegye már fel, légy szíves nekem azt a picikét. Nem a lábas, emelje már meg nekem, légy szíves. Őt. Mutassunk meg a kamerának. Jézus Mária, hát ennyi kutya. Fél. Nem nagyon ismerik az emberi törődést, nem szokta őket úgy simogatni, nincs úgy ideje, nem? Nem szereti őket? Nem szereti. De bántani nem. A kicsit azt szereti, mert ő papíros. Igen, neki papírja van, és őt szereti. Jó, hát... Igen, de hát... És szokott sírni, vagy vannak fájdalmai a sérült lábunak? Oda mehetek, felvettem? Messze is eljutottam. Igen, megy, hát akkor kötődik, szereti magát, azt mondja, hogy messze is. Megmutathatom egyébként a kamerába őt? Ön nem mutatom meg. Aha, igen. Az az érdekes, hogy el van hajolva szegénykénnek. Mi a... Ja, nincsen neve, bocsánat, Ándan, ezt kérdez. Jaj, Istenem, hogy fél. És akkor a, ugye a papírosat nem adja ide, azt ne vigyük el, de őtőlük szeretne ugye megszabadulnia. Vegera a kommunikátor. Vegera a kommunikátor. Arra kérem önöket, hogy aki teheti, az ossza meg a videót, és segítsen nekünk abban, ugye őt is el kell juttatni. Vegera a kommunikátor, így találtok meg a Facebookon, de most ennél sokkal fontosabb, hogy írják itt a nézők, hogy ne hagyjuk itt őt. Meg tudod fogni, nem mi? Nem. Uh-huh. És itt született akkor a háznál, igaz? Istenem, el van vetemedve, nézzék meg mind a két lábai, a jobb oldali is. És ezt nem is tudja kinyújtani? Jézusom! És így nagyon sokat elesik? Sokat elesik, igaz? Nem, én messze is. Tud jönni messze is? Uh-huh. Mit csinál? Fut a biciklije után? Megy? Messze jön, buszogalak messze. Uh-huh. Jó uh-huh. Hú, hát jó, szerintem akkor őt el fogjuk most vinni, jó? Igen. Most fiék. Örül neki, hogy megszabadult? Igen. Miért? Bármi galibát csinált vagy? Nem akarok kutyákat, kutyaszói, nem szeretem. Azt én lehetem föl papírok. Uh-huh. Jó, egyszerűen kis váltottam, elvitték a sintének, mert a buszra felültem, mert mindig hazajött egyedül. Uh-huh. De akkor nem tudott. Ő nem tudott, igen. Tehát nincs neve, fiú, kislány, ezt meg tudja nekünk nem, mondani? Nem, most sem. Én nem foglalkozom. Mióta él itt? Csak régóta itt él önnel, igen. Igaz? Uh-huh. Tehát nézd, itt van a beteg lábú, nézd már. Nem tudja a hölgy, itt él régóta, itt született, sem a nevét, se a nemét. Tehát nem tudjuk azt, hogy fiú vagy lány, nem lehet megfogni. Valaki tud nekünk segíteni, aki majd megfogja nekünk a kutyát, hogy be tudjuk rakni a kocsiba. Tehát nincs neve. Aha. Jaj, Istenem. Hát ennek mi a neve? Nem tudom, el van így vetemedve. Mutassuk meg a kedves nézőt, ne? Hát engem megharap. Szokott harapni? Hát hamis, mindenkit, nem mer senki bőni. Uh-huh. Hát jól van tartva, csak a hölgy mondta, hogy neki ugye nem kell, mert... És így elbotlik. Megbotlik szegény, és hát ugye nincsen neve. Jó, akkor visszajövünk érte, meg ugye a másik sincs meg, tehát itt több szállon megy. De hát ma elvisszük. Hát ma elvisszük. Hát már nem ezek otthon. Nem lesz itt? Be tudjuk tenni őt akkor hát a kocsiba? Hát most elmegyek el. Uh-huh. Kapott valaha oltást? Nem, ő. Sem. Ő akinek, is akinek papírja van. Jó, akkor őt visszük. A... Istenem! Nem fog megharapni? Nem tudom. Vigyázz! Ajaj, eléggé fél. Figyelj, az arcodhoz ne tartsd, jó, nehogy megkapjon. Jól van, semmi baj nincsen. Jó, hát jövünk vissza mindjárt a bőrbeteg kutyával, őt betesszük addig a kocsiba. Mit érez, hogy elkerül innen öntől, még annyit mondjon el? Mit, jó érzés, hogy... Hát most miért érzed? Minden uh-huh. 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 Műteni kell, lehet ellátni. És a többi. És a másik kutya hova tűnt? Mert volt itt az előbb még egy... De azt mondta, hogy vigyük el azt a kutyát is. Ő nem tudja, hogy ki. Annak se tudja a nevét, nem ér. Sem. Ő neki mi a neve akkor? Fürdettem mindent őt kiskorú után. Az a neve neki Picura. És itt tetszenek lappi, nem? Tehát, hogy ez a... Neki Picura neve. Picura neve? Na.
Köszönjük, viszontlátásra. Arra kérem önöket, hogy osszák meg ezt a videót, és aki tud, az segítsen, mindjárt visszajövünk egyébként. Belement a folyóba? Belement a folyóba, nem tudjuk meg. Ha legközelebb jöttök majd, akkor valahogyan megfúrasz. Jó, míg visszajövünk, betesszük őt a kocsiba, és akkor utána még hátha visszajön. Nincs még meg, azt mondják itt, hogy belement a... Hú, azért ez durva volt, hogy ennyire nem számít itt a kutya. Él valahol egy kutya hosszú-hosszú éven át, és még a nevét és a nemét sem tudják. Hú, ez azért így az ember nem számít erre. Szerencsétlen. A bőrbeteg egyébként az elszaladt, igaz? Tehát, hogy nem tudtál. Nagyon jellemző. És egyébként ami döbbenet még, hogy mennyi az agyon elletett kutya. Döbbenetes, tehát csünga a mellük, és hát, tehát az ember nem találja a szavakat. Megnézhetjük őt majd orvossal, kitalálunk. De most holnap nem fog ilyen lenni a kutyának a lába? Hát nem tudjuk, hogy milyen lesz, hogy meggyógyul-e vagy sem. Meg fogják javítani. Lehet, hogyha idejébe orvoshoz került volna, akkor lehet, hogy... Adtok neki robotkezet. Robotkezet? Meglátjuk, hogy mi lesz a kutyával. Én arra kérem önöket, hogy osszák meg ezt a videót, és aki teheti, az segítse, támogassa mentéseinket, hogy minél több bajba jutott kutyán tudjunk segíteni. Hát én azért még tényleg mindig nem találom a szavakat azok után, hogy... Jé, tehát hogy így ez döbbenet. Hú. Jó. Jó, mindjárt megyünk vissza a helyszíne, és a bőrbeteg kutya, aki ezt senki nem mert... Nekünk volt két kutyán, két. Nem mutathatlak titeket, tudod, nem azért nem mutatlak benne, de hát ti még gyerekek vagytok, és ugye normál esetben. És én El is szaladt, nem tudta berakni Ági a kocsiba, úgyhogy a kutya elszaladt. Hova szaladt? Itt van még a közelbe? Itt van. Ó, húha. El ne üsse valami. Segítesz nekünk befogni a kutyát? Ne fuss utána, ne kergess, légy szíves. Léci, hozd már ide a kutyát, jó? Na most... Szerintem szalad vissza a házhoz a kutya. Úristen, szörnyű nézni, ahogy baktat. Jó, most már biztonságos helyen van, visszament a házba. Hát kicsúszott Áginak a kezéből. Visszamegy a házhoz. Hát azért a kutyáknak ez a fajta hűsége döbbenet. Tehát elmondta nekünk a hölgy, hogy... Meg ott kiabáltam utána, hogy szeretik a kutyát, tehát most... Hát ki szereti a kutyát? Tehát most mondta, hogy nem szereti. Ő nem kiabálhatta utánunk, hogy szereti a kutyát. Hogy szeretik a kutyát. Hát elmondta az élő adásban, hogy nem szereti a kutyát. Akkor hogy mondhat ilyet? Úristen, tehát ez... Ez itt katasztrófa, ami itt van. Mi most visszamegyünk egyébként, akkor a háromlábú, mert a negyedik lába sérült. Visszamegyünk akkor oda, és arra a helyszínre, ahol a bőrbeteg kutya is van, ahova ugye kérték a segítségünket, mert eredetileg ugye a bőrbeteg, az szép, oda kérték a segítséget. Mindjárt egyébként ránk sötétedik. Jó, megyek akkor oda. Visszamegyünk. Ha nem lesz ott, akkor a másik kutya, azt visszük el. Örülsz, hogy elkerülnek innen a kutyák egyébként? Nem. Nem örülsz? Szereted őket, de hát itt rengeteg hóbor kutya van. Nagyon sok. Csak a pitbullokat utálom. Pitbullokat utálom? Gyere, légy szíves!
Hú, hát ez... Igen, hát itt rengeteg a pitbull. Aha. Igen, igen, igen. Gyere ide. Vagy megmutatlan. Én is a gyerek magának. Állapérők vagyunk mi is. Állapérők vagytok. Visszaszaladt, képzeld el a kutya. Segítesz nekünk egyébként? De rakni tudod a sérült. Én nem mehetek, tudod? Miért? Én mehetek. Miért nem mehetek? Csak idáig itt lehetek. Ja, hogy nem veszed? Nem veszed most? Most ez veszed? Ja, jó, akkor tudjuk, hogy miért nem jelsz, jó? Szia! De ő elmegy veled! Kihet a kutyát? Ő elmegy veled! Igen, igen. Adjál már egy kicsit a kis pitbullomnak. Gyere, nyugodtan megél! Azért hoztunk tápot egyébként. Ott a kutya! Segíts már valaki, segíts már nekünk, léci! Ott megy a három lábú, tehát együtt már be, jó? A három lábú? Most mondta a gazdája, hogy nem kívánja tovább őt tartani. Itt van, nézd meg, tehát hoztunk többet, vegyél ki a kutyát. Mindjárt hozz egy szekrőt le, jó? Én is kapattak a kutyát. Vigyállok, hogy én. Adjanyom! Uh-huh. Jézus Mária. Halló? Te is visszél a kutyádnak, de hát így a kezedbe? Tessék, kipan. Hát a sollenge! Hát itt egyébként... Nem mertünk, nem tevallunk. És az ön kutyája, igaz? Vigyetek az a kutyának! Vigyetek a kutyának! És ivartalanítva van itt valamelyik kutya? Mit tetszik tudni, mit jelent az ivartalanítás? Nem, nem tudja. Nem tetszik tudni. Nincs ivartalanítás. Ő ivartalanítás. Jó, most itt közben elkezdtek ugye üvegedni, mondtam, hogy száraz tápot hozni kell, rengeteg itt a kóbor kutya. Háló, meghalok! Igen! Lábam hozt teszed! Hallj meg a három lábúra! Ki hozod meg? Hát én nem tudom, hogy hol nem jött vissza, arra nem. Szegény. El fogjuk egyébként vinni tápot, ha nem most akkor... Kattik ide, hát szép kutya! Ő nagyon szép kutya, tiéd egyébként? És mi a neve? Kölyök, 10 hónapos. 10 hónapos, ő evett már? Evett? Igen. Uh-huh. Igen, igen, ő jól néz ki, kis jól elkodtam. Kis kölyök, múle, dovasz tetsz, hol a Dani? Dani! Veszek neki csontelősítőt! Ne álljunk itt, mert ránk sötétedik, haladjunk. Nem, elment! Megkérdezzük azért a hölgyet, hogy mámára futott a kutyus, hey, mert az egész kaptam a rossz. Lucy! Igen, bent hagytuk a pórázat. Póráz volt rá, nem? Vagy a rendben volt, amikor... De a kutya arra szaladtam. Arra nem jött ide, mert be van zárva a kapu. Akkor majd, amikor sikerült befogni a bőrbeteg kutyát, akkor majd ugye lesz a számom, és akkor majd hívjon fel, jó? És akkor jövünk és visszük el. Igen, igen, majd mindjárt mondom önnek, és akkor engem úgy hívni, nem az alapítványét kell hívni. Adjak számot! A 0-30... Én is arra hát... Mondjak egy számot! Nem kicsáltél? Nem, már a hölgyel itt az előbb megbeszéltük. Nem, 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 nincs utána. Elment a hónap. Akkor melyik kell elvinni azt a kutyát? Az a kutya már ihőd. Melyik? Azt ad. Nem kell, ő a hölgy mondta, hogy nem kell neki a kutya. És azt már kell vinni, és abban mit csinálnak? Hát próbálunk, elvisszük orvoshoz, megkapja az oltásokat, féregtelenítés. Azon lehet segíteni, ugye? A féregtelenítés az a bolhák. Jó, de az nem bolhák. Nem, a féregtelenítés az nem. Ez nem az ő. Ez nem bolhás, ez minden nap tudottam. Bé! Egy év volt kaptam, 10 hónapos. Nagyon szép, látom. Szép kutya egyébként. Nézd, ott szedett ki a tápot. Nem nézd meg ki rá. Ki a tápot. Vagyunk, közel vagyunk. Hát, hogy szegény, sajnálják, stb. Jó, és akkor még ott a patak menténetessünk, nem? Tehát itt, ha megyünk föl, a legyenek. Önök, szoktam nézni a Facebookon a hirdetését valami. Igen. Na, tehát az történt, hogy a három lábuk, úgyhogy pont amikor tette volna be Ági, akkor valahogy ki. Levette ugye órázom volt? Nem, a szülemre volt, és ahogy betettük a kacsba, kiugrott. Nagyon fél, de ahogy hozzáértem, de nem harapott. Hogy hívják magát?
Vegere a György, Vegere a Györgynek. Meg ne tegyem izébe. Te nem leszel bele, nem is tehetlek bele egyébként. Kaphatok egy névjegykártyát? Igen, 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 mindjárt majd az élőadás végén, jó? Meg én is. És ha például beteg lesz, akkor hívhatom önöket, ugye? Igen. Hú, hát nagyon sok itt a kóbor kutya. Szoktál így segíteni rajtuk? Hogyan? Amit nem eszel, meg kihozod? Aranyos vagy. Hú, hát már nem nagyon van fényünk, de hát erre kell mennünk? Jó, én ezt megmutatom önöknek itt ezt a környéket. Pillanat, egy kameraváltás van. Kosz, retek, szegénység mindenhol, borzalom. Sokan kérdezték, hogy hova kérték, ugye segítségünket, Gyöngyös Durandán vagyunk, és egy bőrbeteg kutyát vittünk volna el bejelentés alapján, de közben kiderült, hogy van egy háromlábú. Három, mindig ezt mondom, hogy háromlábú, de mindegy, egy sérült lábú kutya, akinek se neve. Itt vannak? Aha. Itt is vannak kóborkutyák, és közben adunk ugye ezeknek a Durandán lévő kóborkutyáknak. Jó estét kívánok! Jó, ide szép, gyönyörű kutya. Állatvédők vagyunk, és viszünk el kutyát. Mentünk egy kutyát, egy bőrbeteg kutyát, meg közben megetetjük azokat, akik ugye éhesek, kóborkutyák, mondta itt a kislány, hogy ők azok. Még vannak? Jó estét kívánok! Gyertek már, légy szíves, mert besötétedik. Légy szíves, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, menjünk! Ja, és hogy... Figyelj, itt ezeknek a kutyáknak adjunk már, jó? És akkor megyünk tovább feljebb, én megyek a kislánnyal följebb. Ott van két kutya, szebbnél szebb kutyák. Én nem tudom mondjuk, hogy a pitbull kutya, vagyis ezt a kutya miért jött velünk. Mondjad. Ott is van. Ott is van? Ott mi van? Tudja. Uh-huh. Jézus Mária, és ti is ilyen? Itt lehet neki jönni. Itt te, bácsa! Itt te! Ő is kóbor. Amúgy ez szép, ugye? Ez a példán szép. Igen. Szép, nagyon szép. Ő is kóbor, aki ott elő ide szalad. Uh-huh. Igen, hát még amit akartam önöknek mondani, hogy itt rengeteg a kölyök kutya. Volt olyan porta, ahol képzeljük el, hogy 12 kölyök kutya volt. És hát úton útféle nagyon elletett mama kutyák. Ugye innen ivartalanítani is vinni kellene kutyákat, és valahogy ezt is meg kellene szervezni alapítványunknak. A Suzy Utzinger svájci alapítványtól egyébként van egy 100-as limitünk, de abból ugye az alapítványunk kutyáit vagy mentettjeit próbáljuk kivartalanítani, de kellene egyébként még, mert itt... Tessé? Messze van egyébként? Ez mi, egy tó, vagy tó, egy patak? Egy patak. Uh-huh, és ott van sok... És ilyen sokat elsétálsz, hogyha marad mondjuk egy csontban abban, hogy nem rágod le a húst, akkor... Nem, ide szoktam hozni. Jó, hogy ide szoktad hozni. Mert uh-huh. Néha anyám ad nekem pénzt, és összek nekik akkor 500 ezeri tápszer, vagy azt mondjuk, kutyat. Aha. Lebe. Mennyire vagyunk még messze, mert ugye még vissza kellene menni, megnézni a bőrbeteg kutyát, meg a másik kutyát. Itt is van ez a pata, szoktam nem? Menni. Jó, akkor megmutatom a kedves nézőknek a patapartot, és mi... Uh-huh. Közben itt írják, hogy itt igen, itt most nem látunk. Mi is itt szoktak lenni a... Igen.
patak mentén. Honnan jönnek fel is. Uh-huh. Uh-huh. Halott kutya is szokott benne lenni? Láttam? A vízbe, a vízbe, aha. Mentettél is innen kutyát? Nagyon megfelelt egy kicsi. Egy kis kutya. Mert a kutya, annak adnám kell. Mert nem szeretnénk fel, mert a kis tesómat megharapta. Ja, hogy azért hozod utánunk, hogy vigyük el őt is, igaz? Tehát, hogy mi a neve, mit mondtál? Zeus. Uh-huh. Tehát harap? Igen, az előbb azt mondtad, hogy szereted. Ő nem, de a szüleim. A szüleim. Hát tök jó húzva, mert ragasztodik hozzá. De a tesómat egyszer megharapta. Uh-huh. Most eszébe jutott neked, igaz, hogy is féltek tőle, igaz? Mi nem. Nem? Tesóim. Hát ha szereted, akkor miért válnál meg tőle? Hány kutya van otthon? Sok kutya van otthon egyébként? Nem, nekem az egy. Három éves gyereket megharapta? Igen. Uh-huh. Pedig erre a típusra, tehát a Stafford bull típusú kutyánkra pont az eredeti szeretik a gyerekeket. Hát az, de véletlenül igen, tehát hogy nem azért, mert ártani akar. Kérlek, jelezzétek nekem, hogy ki az, aki itt szítja, közben itt látom, hogy megy a vita a fórumon. Jelezzétek a nevét, és ha olyan kijelentéseket tesz, tehát nem tűrjük az oldalunkon a rasszista kijelentéseket, nem függetlenül attól, hogy mély szegénységben élő romák élnek ezek a telep, ezen a, így van, ezen a, nem település, ugye városrészen, ettől függetlenül felemeljük a hangunkat a rasszista kommentek ellen, nem általánosítunk, nem diszkriminálunk senkit, elég szomorú, hogy ilyen mély szegénységben élnek itt emberek, de azzal, hogyha cigányozunk, és azzal, hogyha itt mocskolódunk, semmi nem lesz megoldva. Egyébként meg, ha valaki ilyen szívén viseli az árva vagy rossz helyzetben lévő kutyáknak a sorsát, nyugodtan eljöhet hozzánk hasonlóan, és vihet, válogathat bőven a segítségre váró kutyákból. Tehát nem toleráljuk azt, hogy itt ugye diszkriminatív kijelentések hangozzanak el ebben a fórumban, jó? Tehát kérem annak a nevét itt kommentbe jelezzétek, aki ugye ezt itt generálja a vitát, mert itt most a kutyák életéről van szó, és nem arról, hogy ki cigány is, ki nem. Nem változtat a tényen most a származás. Na, menjünk akkor tovább. És ez nem azt jelenti, hogy most mi bármilyen szinten ugye egyetértenénk ezzel, sőt. De nem attól függetlenül, hogy igen, romák laknak itt, ettől függetlenül nem kell cigányozni, nem kell antiszemita kijelentéseket tenni. Szomorú, igen. Nagyon szomorú. Nem sokára. Nincs itt valakinek egy pumpája? Nem fogok szerezni? Egy pumpát kérjél, bicikli pumpát. Van valakinek? Tehát várjál. Minden történet. Közben itt összegzem a dolgokat. Úgy indult, hogy szeretik a kutyát, majd lemondanak. Hú! Már harapott, tehát hogy kiderül, hogy harap. Azért tragikomikus. Legyünk őszinték. Összegezve itt benne a házadban, jól vannak tartva a kutyát. Nem láttam olyan nagyon vékony kutyát. Azért egy-kettő vékony volt, igen. A bőrbetegő pont, hogy szörnyű állapotban volt. Úgyhogy azt a végén majd a hölgynek adom a számomat, és ha sikerült befogniuk, akkor érte, ugye érte kell jönni. Először azt mondták, hogy Kira a neve, utána Bobby. Bobby. Utána kiderült, hogy elhúz a kutya. Igen, elhúz, olyan jó erőben van. Jó, és De tehát, hogy lemondanátok róla, így érted? Hát figyelj, ha lemondtok róla. Nem szeretnénk azt, hogy lemondanátok róla, mert azt mondtad, hogy szereted őt, nem? De a szüleid nem. Szüleid nem? Uh-huh. Lőj a szállát csináltam, hogy én. Aha, tudom, parcanát csináltam. Hát akkor inkább azért kell küzd, hogy veled maradhasson. Jó, tehát hogyha bármibe tudunk segíteni, akkor szólj. Adj neki enni, inni, ha a beteg el kell vinni orvoshoz. Kis kutya. Köszi? Pitma szükületes? Tehát, hogy neki is. Igen, mert négyet lát, vagy hármat. Igen, lássuk. De ezt honnan veszitek, hogy négyet vagy hármat lát az ön? Egyszer, elétettünk egy oszlopot is neki ment. Vegd el azt a kutyát, nem, mert ott vannak a gyerekek. Nem harap. Uh-huh. Visszamegyünk akkor a hölgyhöz.
nem a mély szegénység és az emberség. Teljes mértékben egyetértünk, hogy a mély szegénységnek és az emberségnek, vagy a primitív viselkedésnek ugye nincs köze egymáshoz, de a, kérem, hogy a kutyáknak... Melyik háznál volt, ugye? Följebb vagyunk? Hát ugye a hölgyel, ugye? Jó napot, jó estét! Mondjuk az azért tényleg elgondolkodtató, hogy ugye mindenhol, mindenhol több kutya. Tehát itt, ha nincs több száz kutya ezen a kicsi részen... Mindenhol 3-4 kutya. Plusz az alom. Plusz az alom. Az a 12-es, hát az mi, az mindig nem. Jó estét! Armando! Itt a kicsit félnek, igen, pedig hát alapjáraton tényleg nagyon jól viselkedik a... Szoktak fel a látszónak nagyon barátságos. Nem! Mondom nem! Jó Mi a neve a hölgynek? Róza Néni? Itt van a háromlábú. Rusi, úgy mondjuk. De nincs itt háromlábú. Nincs, de van fönn. A hölgy, aki mondta, hogy elmegy, itt van nála. Itt van az autó. Itt van, de kérdezek. Kapogjunk már, hogy akkor jöjjenek ki, még elköszönök a hölgytől. Edre! Nincs itt a kis kutya? Ava, a kis bőrbeteg ott van? Ki tudod nekünk veszni? Itt van a kis bőrbeteg kutya, akkor őt elvisszük. Ha most nézze, hölgyem, hát csak az ön kutyája, próbálja már meg akkor megfogni. Jó, nem megyünk oda. Jó? Ott van. Ezt a tápot meg itt hagyjuk önöknek, jó? Hogy majd adják oda a kutyáknak, jó? Nyugodtan vigyék be a portára. És akkor mi a Bobby? Ha megfogom, akkor kötöm, itt majd szóljon. Szóljon akkor nekem, jó? Itt vagyunk még. Jó? Akkor bekopogunk önhez még. Itt vagyunk egy 10-15 percet. Ha így megfogom, kikötöm a port. Mikor jönnénk? Most az lenne a jó, ha most betetszene ugye fogni. És akkor... Jézus Mária. Tehát most akkor tesszük meg, hogy segítsetek már a hölgynek, jó? Segíts már Léci, te is. És akkor el tudjuk vinni ma este a bőrbeteg kutyát. Halló? Te dicsuti! Tehát akkor Zeusra visszatérve pedig jó iszik onnan, ne engedjük. Itt van a hölgy, aki... nek a bőrbeteg kutyája van, azt fogjuk ugye, akihez mondták, hogy menjünk oda, ők próbálják most befogni. Uh-huh. Igen, azért nem mutathatlak téged. Ja. Azért mondtam, hogy... Vigyázzatok, félokon! Ami, mit tesz a kutyád, mi? Most akkor egy 10 percet várunk egyébként. Egy 10 percet várunk, és akkor megpróbáljuk elvinni legalább az egyik kutyát, ugye a bőrbeteg kutyát, akit Bobinak hívnak. És hát közben ide jönnek hozzánk, és ajánlanák fel több kutyát. Egy komplett menhelyet meg lehetne ugye tölteni itt a segítségre váró kutyákkal kapcsolatosan. Élőadásban vagyunk, úgyhogy aként viselkedjünk. Jó? Itt vagyok közben önökkel. Akkor még most azt... A kerék? Igen. Uh-huh. Itt van. Jó. Mutassátok már meg neki, hogyha... Sikerült befogni? Vagy mit mondom? Jó, akkor most... Mutassátok már meg neki, hogy hol van a mosó, mert ott jó, jó. Akkor közben nekünk meg lapos lett a kerék, úgy meg ugye nem indulhatunk majd el. Én most elköszönök önöktől, és természetesen, hogyha sikerül befogni a bőrbeteg kutyát, akkor elvisszük még a mai éjszaka folyamán, és a háromlábú kutyát is próbáljuk majd innen ugye Gyöngyös Durandáról elvinni, hát szörnyű
körülmények, mély szegénység, és valaki itt írta egyébként, hogy a mély szegénység az nem függ össze ugye az embertelenséggel, a szívtelenséggel, de valahol ugye bizonyos viselkedésformák például, igen, ezeket a viselkedésformákat pont a feszültség generálás elkerülése végettén most itt nem ecsetelgetnem és nem boncolgatnám. Arra kérem önöket, hogy aki teheti, az segítse, támogassa alapítványunkat, mentéseinket, vissza fogunk még jönni Gyöngyös Durandára, ez biztos, hiszen rengeteg a kóborkutya, rengeteg a segítségre váró kutya, aki már ha csak enni adtunk nekik, már ezzel is jót tettünk, de a legfontosabb természetesen ugye állatvédelmi aspektus az az lenne, hogy a kutyákat itt ivartalanítassuk. Megpróbálunk erre ugye kitalálni alapítványunk is valamit, ha önnek is ötleteik vannak, azt nyugodtan írják meg nekünk privátban itt az oldalon, mert ugye nem itt a sok komment között elvész. Én megköszönöm azt, hogy itt voltak velünk, bízunk abban, hogy el tudjuk vinni azt a Bobby nevezetű kutyát, akinek már az összes testvére meghalt, állítólag a gazda, jó nagy idézőjellel elmondása szerint fagyálót itatott vele valaki, meg itt mindenhol ugye a kerítésen, vagy ha nincs kerítés, akkor fagyálókat dobnak be. Én most elköszönök önöktől, és bejelentkezünk akkor, hogyha még bármilyen rendkívüli esemény történik itt Gyöngyös Durandán. Köszönjük szépen a figyelmüket, Vegera Györgyöt látták, viszont hallásra!